Hát azt fel kell, hogy vegyem, amilyen boldogant a videózod azt. Friss kazetta. Azt kurva, hogy boldogan kamerázik a Tomi. Nem mostuk az esti jelenlésére. Ez itt a Barda Budweiser, te iszottam én? Azt én iszom. És hogy ízlik? Az jó tudsz. Keserűbb minden a sztalopra, nem? De jobb. Most egy kis sörinfó található. Sörinfó, szóval. Igen. Ezért, de ez Isten, hozzá már nekem FPV-be ezért egy barna Budweiser. Ja, legyél ma pincér. Tedd le a szar. Videózzá, he. Hello, mi? Lányok. De hát én fiú vagyok. Hát, fél tisztán. Majd azt mi eldöntjük. Igen. Az jó, egyszerűen fog látszani majd a mindenki csatornán. És oda-vissza pattingathatod a felvételeket. Mi kell neked atya? Ilyen barna Budweiser, mint ami van. Az az enyém. Csak mintát veszek. Neki egy ilyen echte neu kell. Ezt még nehéz szokni. Biztos? Jó, köszös a lehetse. Hát az a most az. Nem vagy ide hegyre tökéletes. Ez egy ilyen hegyfilter. Az ki kinyitott a műtőt, az minden rám hullott. Milyen hűtőt? Milyen hűtőt? Hát ez az. Bazd meg! Áram sincs, nem hogy hűtő. Bazd meg! A sörem! A söröm! A tele a szól! A cigim! És amúgy egész jó a külszabálat, mert meg tudtam emelni az egész autót. Nincs elrohadva. Hát csak itt tűnt. Ezek galvanizáltak. Vagy valami ilyesmi. Azt a mindenségét. Ezt pedig elrakom a lakásba. Ez nem jó, hogy... Mi nem jó, jó? Ez nem visszaszedhető csík egyébként, de mindegy. Ez igényes, Tibi. Büszke vagyok rá. Tetejét ugyanígy pepita mintára, ugye? Kozán szürke, de jó. Van zöld is. Büszke tulajdonos. Zöld, homoksárga. Az antracitot már lenyúlta. Megfestjük azzal is. Ja, van citromsárga. Gyönyörű, nem. Vörös. Csinálj be a taxit. Citromsárga, milyen szorkot ne kenjetek rá, bossz, nincs van még dorázs. Hallod a csavar végek citromsárgával? Na meg a faszom már. Az is lehet citromsárga tőlem. Ja. Csak bele kell mártogatni. Hát ugyan egy fake taxi. Az. Még valami. Nem tudom. Rájuk a buzilernök, tudod? Meg akkor majd smoke and charmos felirat, ha már. Szerintem azon is jól. Fehér falukerék. Azon is jól nézek, ez a csodálatos gyorsítás. Nem. Dehogy nem. Tibi, a következő az a zöldre kell ilyet kenni. Citromsárgát. Meg fehér legyen a motorháztető. Hallod, még meg se csináltad, a következő munkát kiadtam. Igen, a Volvo kell ugyanezt megcsinálni. De ott hossz irányba kellene még Adidas csíkokat felírni. Ja, rá. Meg az alufelén is kéne megkenni. És akkor írjuk is fel, hogy Adidas. Igen, és van eszel. Ával. Na, keheted. Mi? Hol? Ezt a két csíkot. Előttem a kettésre. Ezt, meg ezt. Hát Tibike nem jött, nem ment át az üzenet. Mi? Hát nem. Egy vastag csík, egy fele olyan vastag csík. Hát de akkor meg már nem, az, mely, hogy néz ki az ajtónak az alja? Egy kicsit lóg csak ki. Oké, csináld! És ezeken ti gondolkodtak amúgy? Gondolkodnak. Annyi energiát tesznek bele, hogy nem akar menni. És akkor beszélgetünk energiaválságról. Hát több az meg egy atomreaktor leolvad, amennyi energiát a TV-kkel beletesz ilyen dolgokba. Egymás határa kötözzük őket az Adriánnal, belégjük basszunk, mindenféle roncsot, meg kell végtelenül pörögni. Perpétum mobil. Az jó, de lefáradnak simán. Vagy Perpétum TV-ke. Mindegyiket átoljuk OT műszaki. Maestro, Maestro Ken. Már csak sötétítés jön. Ma láttam, hogy befújt a szikszor legalább pár helyet a festék. De nem lenne fekete festékük, szerintem az üveget is megkennék feketével. Na biztos. Ne, hogy gyere. Egy pici mókuszszőres esettel az eljelzést még belekennék. Igen. Benne van.
De a fójának a számát te. És meg ilyen elől ilyen kis vékony, és hátra egyre széles elő ilyen keresztirányú csíkokat tehettetek volna még bele. Amit. Még nem késő. Most szóltok. Még nem késő. Még nem késő, tudod ilyen kis egyre széles erő csíkokat. Megszakítások egyre hosszabb távolsággal. És egyre széles. Hát akkor moszkoljátok ki azt a kenőt. Ecset metál. Kenyed. Jó, az majd sárgába belehúzod. Hol festve van? Csoró, olyan néz ki. Rá kéne írni egy katalizátor felvásárlás. Van egy eszkort, lehet rajta bontakozni. Azból már ki van égva, izé. Nem baj, felérjük már, hogy nincs rajta. Nem, more mász ki alól. Previán az volt? Várod meg, még ne festem. Érzettem, mit kéne csinálni. Nem akarod kirakni a YouTube-ra. Erőgerősen megvágva. Ezt nem tudod úgy megvágni, ne legyen kínos, bazdmeg. De... Nem baj, én mindenet tudok vágni, nagyon jó. Jó kis zenét alá nyomni. Az a baj, hogy már a koncepció is elég erőteljes. Mit, hogy pafa bűvös erken, az alá kb. Az illene. Nem tudom, Benny Hill Show. Tomi? Felgyorsítva. Az már elállt. Lerántjuk a leplet. Na mutasd, mondjuk pont jó és tiszta íze, de... Száradjunk meg! Hát... Végül is. Tibor, nem szeretnéd folytatni, míg megköt a festék a kezembe? Melyik a csikozás, vagy a lefedés? Hát a közepeket majd kigeszni, de várjál, hogy megszárad. Hülyére a létszim és vazelinnel, aztán annak lenne sikere, na. De akkor hadd menjük utána egy kört is vele. Már rajta. Nagyon jó. Egy 1-4 GT feliratra. Milyen lengéssepítői vannak? Van, meg sem mozdul az autó. Mert mondjuk be van húzva a kézifék és a domba feláll. Miért? Miért nem tudtok ti is csak simán bebaszni, mint minden normális ember? Bazd meg. Mert akkor ti nem tudnátok ezt élvezni, Ádám. Élvezet látszik rajtunk? Látszik, ugye? Nézzetek ezt az arcot. Élvezi. Fülcimpáján látszik egyébként. Valahol ott a távolban. Szerintem ez most jobban fog menni. Érzem. Ez most már 40 lóval több. Okay. Most már nem csak 50, már 90 is. Azért ilyenkor egy kicsit örülök. Ez egy közúti forgalomba, még azért nem járunk ennyire ezen az indiai szinten, mert ma látom, milyen csodás járművekkel járnál, hogy basz meg melyik. Ezzel? Pestig elmennék? Tibi közelébe küld egy ecset, hogy egy festékbort. Értem, hogy lerúgott fosokkal járunk, amit másban kitol a vételepre, basz meg. Na de hát azért akkor is. Ez csodálatos. De jó vagy. Jó, de szexi. Ezért máshol füzetnek. Igen, büntetést. Hallottál már arról a fogalomról, hogy vizuális környezet szennyezés? Művészetibe jártam, szóval nem. Hát ez... Ott az mi? Mit csináltál oda? Ez egy ilyen elfektetett fél adidas lett, nem? Szerencsé, hogy így vastagodnak a gyerekeim. Mint hogyha bazdmeg a leg alpáribb gopnyik videót néznek, bazdmeg. Jó, kustulc a film. Ó, egyébként igen. Ez benne a szép.
másik oldal is van. És még rá is tesz ez a formátum, tök jó, én imádom. Én vigyorom, ez a szürreál, kurva jó. Tomi, van másik oldal. Azzal megyek haza. Na nyom, mi a Tibi? Add olyan kicsit összebaszt, de miért? A Tibi itt már nem ment egyenesen a cucc. Nem, Adriának nem ment. Nem, ezt, kinyitottam ezt az ajtót, azt letéptem róla. Akkor ne rám fogd, jó? Összefestetted ott elő, majd ki lehet takarítani el. Ki volt a maszkoló? Végül is egyébként valamennyit dob rajt. Na ezt is levettem, Tom. Hát erre a brandingre annyira nem vagyok büszke. De azért egy nem. Végül is egy... Egy kis benzin. Nem most jön, amit összekent. Milyen volt itt a maszkolás? Nagyon szép. Hát... Figyelj! Olyan... Kutyafasza kéne rá, bassz meg, hogy valami. Kurva messziről még talán esetleg, hogy. Helikopter. Nekem tetszik. Egyébként egy karaktert ad neki. Egész jó. Ugye? Csak folytatni kéne a hátsó lökhárítón is. De? Szerintem nekem tetszik. Teljesen jó. Egyébként nem rossz. Már így kurva messziről. Neki ad neki egy karakter, nem tudom, mi a probléma. Én amúgy annyira élvezem, hogy csináljátok még rajta valamit. Jó, jó. Nekem lenne még ötletem, csak azt nem merték bevallani az Adriánék. Mit? A felirattal, amit mutattam. Nem, Harvey. Nem, elől. Azt nekem nem mutattam. Akkor azt a Dibinek mutattam, én ezt nem, azt inkább nem csinálom. Van egy faszabb olva, meg szép, mert a motorra azt tettem. Légy szíves, csináljátok meg valamit. Nem. Kereszt feldugni a kézre. Ezt fővetted? Hát messziről az a baj. Nem. Aha. Te tényleg kell azt... Meg is te lennél. Mindeközben az MHR Corporation kipufogó műhelyében. Vissza lesz hívva? Hát nem, akkor két rá... Na, megír a kamerát, na jössz, Tomi. Jó, a kurva szalag még mindig nem fogyott ki? Ez már második. Hogy... Miért mindig engem találsz meg a kamerát? Te voltál legközelebb. Hogy tetszik az új csíkos dévokkal? Fantasztikus. Jelenleg a legnagyobb problémája az, hogy zörög a sárbi, vagy a kipufogó. Ennek az a legnagyobb probléma. Az öreg a kipufogó. Nem az a baj vele az öreg, hanem hogy kiütheti a tankot. Ilyen benzinárak mellett jól lesz titek inkább. Jó, Adam! Nálam is van parkside fúgó. A nagyon fit. Az jó, még jó. Hozzá egy falakra a fület, szóval. Nem, a vajon jobban ráadod a fületre. Chipsetet? A szent chips. Most 250 lóerő. Sziasztok! Várja! Chips! Megvan chipszelve!
Deszkós chipset kapott. Deszkós chipset van benne. Ez akkor leömlő és annyi, nem? Hát most már volt rajta dobcsak. Elkaptuk a karterral, a mindennel, a bármit is. Meg a hirtiszalag nem bírta. Nem a hirtiszalag nem bírta, hanem azt nem bírta, hogy orral beleálltam a földbe. Ja, hogy sidepipe-os volt? Igen. Ott van mellett a sidepipe. Letépte. Meg a motortartót, amit felrakunk azt is. Meg a vízpumpát beütötte szerintem, de még van benne víz szerintem. Nem, nincs benne víz. Nincs benne, nincs, ott van vízkő. Ott jöttem.